Az Eurostat szerint egyre nagyobb a szakadék a bérek és a nyugdíjak között. A döntéshozók mégsem terveznek változtatni a jelenlegi szabályokon. Vendégünk Korózs Lajos. Itt is van az MSZP országgyűlési képviselő. Jó estét kívánok! Jó estét, csak hogy a nézőket egy kicsit képbe helyezzük, idéznék a 24.hu adataiból, mert hogy ők vetették össze az idei konvergencia program alapján azt, hogy mennyivel emelkedhetnek a bérek, és hogy ez 2023-ig a nyugdíjakkal összevetve hogy néz ki. És arra jutottak, hogy például, ha a nettó átlagkeresetet nézzük, akkor 4 év alatt a nettó átlagkereset 57.000 forinttal emelkedhet, az öregségi átlagnyugdíj pedig csak 17.000 forinttal. Ugyanez a minimál bér összevetésben minimálbér 35.000 forinttal emelkedik, több mint duplájával, mint az öregségi átlagnyugdíj. De ez egy régi tendencia, ami ugye érdekes, hogy még mindig a kormány nem akar változtatni ezen. Mit gondolnak önök, hogy ez önmagában csak szándék kérdése, és lenne rá költségvetési fedezet? Vagy azért ezt mondjuk, ha önök lennének kormányon, akkor felelősen nem lehetne bevállalni? Be lehetne vállalni, én most már évek óta mondom, hogy ebből nagyon komoly problémák lesznek. Többször is volt ilyen indítványom a parlament előtt. Pontosabban legtöbbször a parlamenti bizottsági szakaszig jutott el, mert rendszerint leszavazzák ezeket az indítványokat. 3 olyan kiigazítást is meg lehetne lépni, amely nem borítaná meg a költségvetést, de egy sokkal igazságosabb elosztást tenne lehetővé. Az egyik egy nyugdíjkorrekciós program, a nagyon alacsony nyugdíjak felzárkóztatására, akár több évre elhúzva is lehetne egy ilyen felzárkóztatási programot csinálni. Én azt gondolom, hogy ez még nekem úgy jól áll, mert az előzőnek ez egyik kidolgozója is voltam annak idején. Ugye az egy 5 éves ilyen program volt, az értékvesztett nyugdíjak felzárkóztatása, vagy az úgynevezett rossz évben megállapított nyugdíjaknak a kiigazítása 2 lépésben, stb. Nem ragozom, de... A másik, hogy itt az alacsony nyugdíjnál ki reménykedhetne? Tehát nyilván ez a 28.500 a legalacsonyabb. Igen, hát van, nagyon sokan ezt rosszul tudják. Ugyanis a közelmúltban egy összesítése megjelent a statisztikai hivatalnak, ebből az derül van ki, még ez alatt is. 17.777 olyan ember volt a múlt évben, akinek a nyugdíja nem ért el a 28.500 forintos öregségi legkisebb nyugdíjat. Ez ugye 10 éve nem változott, soha nem emelt rajta egy fillért se az Orbán kormány. De én azt gondolom, hogy az első korrekciós lépésnek annak kéne lenni, hogy a nagyon alacsony nyugdíjak szerintem 60.000 forint alatt nem szabad nyugdíjat adni. És azért hozom ezt a 60-at, mert könnyű így megjegyezni is. 60.000 alatt nem lehet öregségi nyugdíj, és 600.000 forint fölött sem lehet öregségi nyugdíj. Ugyanis akkor itt az se valaki azért megdolgozott? Akkor se. Ennyi szolidaritásnak ebben a rendszerben szerintem lenne. De ugye azért a magas nyugdíjak kiverik a biztosítékot, de nem sok van belőle. Nem azon múlik, valakihez nem jut elég. Nem, én igazságtalannak tartom. Tehát, hogyha valaki arra való hivatkozással, hogy hosszú szolgálati időt szerzett, és nagyon sok járulékot fizetett, ugye most az utóbbi 6 évben gyakorlatilag nincs is ilyen, hogy járulékplafon, innentől kezdve arra nekem ne hivatkozzon senki, hogy ő bankár volt, és nem ment el 63 éves korára, mert annyi volt mondjuk az ő irányadó nyugdíjkorhatár, hanem dolgozott 70 éves koráig. De igaz, hogy a bankját 3-szor közpénzből konszolidálták, és ő piszok magas bónuszt kapott azért, mert most rendben lett írva. Jó, most ez egy speciális eset. Azért hozom ezt a példát, mert a milliós nyugdíjjal rendelkezők között van például bankár. Na most, attól ő még tisztességesen végezhette a munkáját. De én nem azt vitatom, hogy ő nem tisztességesen végezte a munkáját. Én azt gondolom, hogy a aktív pályafutása alatt neki bőven volt annyi megtakarítása, hogy nyugdíjas éveiben akkor is tudja azt az életszínvonalat magának biztosítani, hogyha csak 600.000 forint lesz a nyugdíja. Én ezt így gondolom. De ez nem akkor korrekt, hogyha felmenő rendszerben vezetik be? Én nem azt mondtam, hogy 600.000 fölött ne legyen. Hát hogyha jövőre kormányzunk, és mondjuk én leszek a szociális miniszter, és a nyugdíjügyek ide tartoznak hozzám, az első dolgom lenne az például a nyugdíjtörvény megváltoztatásába, hogy ezt a korrekciót beteszem. Tehát felmenőleg. Így van. Jó, mi volt a másik 2 dolog, amit mondott az alacsony nyugdíjak emelésén? A köznyelv ezt svájci indexálásnak hívja, ez azt jelenti, hogy ez egy vegyes indexálási rendszer, ugyanis az Orbánék, mikor kormányra kerültek, áttértek az infláció követő technikára, ennek persze ugye az lett a következménye, hogy ha valaki kevés nyugdíjból élt a múlt évben, Orbán garantálja, hogy jövőre is kevés nyugdíjból fog élni, mert csak annyival emeli meg a nyugdíjat, amennyi a pénzromlás mértéke, tehát az inflációval.
Most igazából azzal van nagyon kicseszve, aki sokáig él, mert akkor sokáig ilyen kevés lesz a nyugdíja, hogyha ők maradnak kormányon, nem fognak maradni, de most tételezzük föl. Na most innentől kezdve a nettó bérnövekedést, az előző évi nettó bérnövekedést és a tervezett inflációt 50-50%-ban kell figyelembe venni ennél az indexálásnál. Ettől persze el is lehet térni, de egy biztos, hogy a bérektől nem szakadhatnak le ennyire a nyugdíjak, mert borzasztó komoly társadalmi válság. És erre mondja azt, hogy ezt elbírná a magyar költségvetés? Elbírná. És a harmadik tétel? A harmadik tétel, én azt gondolom, hogy meg kéne emelni azokat a kereteket, amelyek szintén évek óta be vannak fagyasztva, amelyek rugalmasabbá tennék ezt az egész finanszírozási struktúrát. Például nem változtatnak évek óta azon, hogy mekkora a kerete a méltányossági nyugdíjemelés nagyságának. Nem változtatnak azon, hogy egyszeri segélyre mekkora keretet biztosítanak, és azon se változtattak, hogy a méltányosságból történő megállapításnak a keretese. Ennek is van forrása, tehát igazából hozzá se kéne nyúlni a költségvetéshez. Most itt van például a Karácsony Mihály, a nyugdíjas parlament elnöke közadatigénylésbe kikérte, hogy például mennyien nem vették át az utalványaikat. Igen. Majdnem 500 millió, 433 millió forint bent, az az összeg, ami beragadt. Nem is kéne az égvilágon semmit csinálni. Ha ezzel az összeggel megnövelnék azt a keretet, amelyben a méltányossági nyugdíj emelése származik, ott 800 millió forint van, ez keret, de hát ez nem abszolút érték, ez keret. Most kérem szépen, hogy ha ezt az 50%-os növekedést jelentene, és nem borítana meg az égvilágon semmit. Most, ahogy én látom, sok budapesti kerület, meg sok kisváros, nagyváros ellenzéki vezetésű lett, és próbálkoznak azzal, hogy valamilyen mintát mutassanak arra, hogy ha ellenzéki, hogy felcsillant tudnék, hát tudnék nekik, fogok is nekik javaslatot. Ha szint váltana a kormány, akkor országos szinten mit lehetne csinálni? Nyugdíjas kérdésekben is vannak ilyen jó gyakorlatok, amit helyi szinten. Én a kampányban is néhány fórumon ezeket elmondtam. Mondjuk voltam a 18. kerületben, ott egy nagy közönség előtt elmondtam, hogy bátran kezdjenek hozzá. 2012 után egy csomó ellátási, támogatási, pénzbeli ellátásról van szó, nem természetbeni juttatásokról, megszüntettek, és adtak úgynevezett települési támogatást, de az az összeg lényegesen kisebb, mint amit a különböző rovaton lehetett kapni. Ezért bátran azt mondom az ellenzéki vezetésű településeknek, hogy egy kis faluban is állítsanak be méltányossági közgyógyellátást, nyugodtan állítsanak be méltányossági ápolási díjat. A közgyógyot azért, mert néhány száz forinton múlik, hogy valaki nem kap támogatást. Erre a települést? Nézze, néhány százezer forintból még egy 500 lelkes faluba is ezt meg lehet csinálni. Néhány százezer forintból. Vagy például adjanak lakhatási támogatást annak, akinek a Damoklész kardja ott van a feje fölött, és nem veszíti el a hajlékot, mert az egyébként a feje fölül, mert a falvakban is ezt meg lehet csinálni. Nem sok pénz ez, de arra éppen elég, hogy ne kössék ki a villanyt azért, mert valaki megbetegedett, és sokkal több pénzt kellett gyógyszerre neki költeni. Még van két témánk, úgyhogy majd villámválaszokat szeretnék kérni. Az egyik az, hogy ugye feltett majd videót a Facebook oldalára, amiből kiderült, hogy csak idén mennyi szennyvíz iszap jött Magyarországra, igen, és ez a szám elég magas. 62 millió kilogramm. Több mint 62 millió kilogramm. És ugye még nincs vége az évnek. Hol tart most ez az ügy? Azon túl, hogy ahogy én látom, most dokumentálják az eseteket. Én sok mindent próbálok dokumentálni, de hát ugye a kormányhivatalok meg sok mindent el akarnak titkolni. Itt hetek óta, most már hónapok óta a közadatigénylésekre nem válaszolnak, úgyhogy bírósághoz kell fordulnom, hogyha ez nem történik meg most már záros határidőn belül. Ezek az adatok, ezek egy rendőrségi dokumentumból vannak, ezek erre az évre vonatkoznak, ebben van 5 olasz vállalat, van 3 szlovén vállalat, és azt hiszem, hogy talán 2 horvát. Jó, és akkor most mennyivel vagyunk beljebb? Azzal, hogy tudjuk a nagyságrendet? Igen, és tudjuk azt is, hogy hazudtak, mert azt mondták, hogy azonnal le fogják állítani a szállítást, majd utána persze korrigáltak, hogy vannak érvényben lévő szerződések, és ebből a dokumentumból az kiderült, hogy pontosabban azt mondták, hogy jó, de akkor az év végén már aztán tényleg fájront van, és ezekből a papírokból bizony az derül ki, hogy vannak olyan cégekkel kötött szerződések, akik még a jövő évben is fognak Magyarországra szennyvíziszapot szállítani, több tízezer tonna nagyságban,
Holnap is fogok egy videót kitenni a politikusi oldalamra. Tovább, mondtam itt egy műsorban, hogy ennek én a végére fogok járni, mert egy elemi kérdésre soha senki nem válaszolt. Miért hozzák ide külföldről a szennyvíziszapot? Miért? Mikor a magunkéval sem tudunk mit kezdeni? Na, akkor figyeljék az érdeklődők az ön oldalát, és akkor a harmadik témánk az pedig az, hogy a sajtó viszont azt figyelte meg, hogy ugye Szegeden is megalakult a közgyűlés, és hogy nem Botka László, aki ugye választmányi elnök volt, egy darabig volt az MSZP miniszterelnök jelöltje, nem az MSZP frakciójába ült be. Meglepődött. Nem lepődött. Nem, hát hallgattam a híreket, mert vezettem közben, és ott hallottam. Nézze, ahogy Botka László, nagyon sokan az országban egy összefogásban indultak. Hát még ahol még nem lettünk volna vele muszáj, mondjuk a 13. kerületben, még ott is kibővítettük az együttműködést, mert az a technika, azt hiszem itt is egyszer egy műsorban mondtam, működni fog, amikor egy az egy ellen indul. Itt nem csak az MSZP hozott létre frakciót Szegeden tudomásom szerint, hanem más pártok is külön frakciókat alakítottak. Botka Laci barátom... Sikeresebb önkormányzati politikusa az MSZP-nek. Ennek a civil összefogásnak a színeiben indult. Összefogás Szegedér Egyesület. Így van, Összefogás Szegedér Egyesület színeiben indult, és ők is hoztak létre frakciót, úgy, mint mások, és ő úgy döntött, hogy ebbe a frakcióba tevékenykedik. Mert hát a Botka Laci mögött áll az összes megválasztott ellenzéki képviselő. Hát itt semmiről nincs szó. Akkor úgy Laci kérdezem, nem érzi előre ezt egy újabb távolodási lépésnek az MSZP-től? Nem. Én holnap föl fogom hívni a Lacit, én jó barátságban vagyok vele. Nekünk közös irodánk volt nagyon sokáig a parlamentben is. Tehát én azt gondolom, ő most csak előre ült, és nem átült. Ő a polgármester, ő van elől, az összes többi párt és frakció meg mögötte. Na ezt meglátjuk, hogy követi-e még más is ezt a lépést. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, szép estét.